Üdvözletem! Elérkeztünk egy különleges fazmafóbiához. Ez nem akármilyen fazmafóbia. Kérem szépen, ez egy romantikus randevú lesz Bencével. Így van. Melyik helyszínre szeretnél menni, hova vigyelek? Most elmegyünk randizni a fazmafóbiába, ezért Csilla nincs, hogy ne legyen gyertyatartó. Szerintem én azt mondom neked, édes drága pé... Úgy nem, most nézem, csak nem a hardcore, van nightmare, az se rossz. Ne nightmare-ezzünk. Jó. Most menjünk csak egy kis hardcore-ba. De melyik legyen? Most te választasz helyszínt. Jó. A nyaralás helyszínét. Szerintem első randi helyszínünk legyen... Ez a 42-es Itchfield Road. Nagyon jó választás. Én is azt választottam volna. Úgyhogy nézzük. Ja, már majdnem rányomtam, kész vagyok, az nincs bent semmi, várjál. Van pénzem. Én minden pénzemet elköltöttem, és be is dobom, amit betudok. Majd mondd, hogy mi kéne még. Egy kis só kell. Só, nekem abból van 6. Oké. Aztán kereszt. Oksi. Gyertya. Gyertya. A facsi. Érdekes randi lesz így ezzel a keresztel sóval, a gyertyával, na mindegy. Igen. Aztán UV lámpa. Okay. Nem, a többi az van, könyvet is viszek. UV lámpa. Nincs bent UV? De az van, többi az van, ezek megvannak, most becsekezzem. Gyertyát végtegyél. Jó, meg is van az is, akkor ready. Készen állok a rendezvúra. Meghúztam a vállam. Na nézzük. Mi a neve? N. Taylor. 146. ügyünk? Igen. Vagy ez nem azt jelenti, hogy... Ez jó kérdés, soha életemben nem néztem még azt meg. Nem tudom, azt ott. Akadályoz meg egy vadászatot, feszület, meg fogunk halni. Tisztítsd meg a szellem közeli, mi? Tisztítsd meg a szellemhez közé töretett füstölővel, érzékelj paranormális hangot a parabolikus mikro... Hoztunk olyat? Ez a probiotikum. Probiotikum? Hát, ne, ez nem az? Nincsen parabolikusunk, nem, az a kis mikrofonom, azt hagyja. A probiotikumot mindig kihagyjuk, Bence. Nem baj, kinek kell ez a plusz $10, semmit nem ér. Mit szítse bé? Na jó van akkor, induljunk. Esik az eső, basszus. Hoztál esernyőt? Hálainek közel parkoltunk, szóval. Hát áram az nincs, hát milyen randi lesz ebből? Há, minek áram? Menjünk le a pincébe, hát ha lent van a kapcsoló. Szerintem maradjunk együtt. Ó, megtaláltam, nézd csak, itt van a garázsban. És borogat! Fel is kapcsoltad? Nem, de kapcsolom. Na most már van áram. Randevunk alkalmából ezt neked küldöm, Bence. Ezek az érzelmeimet fogják tükrözni. Jaj, de szép. Hát mindjárt elsírom magam. Azt a macskás klippet kéne ide bevágni, tudom, hogy látod a TikTokra, amikor leszaladt róla, cica, és pötyülődő. Akkor. Borogat egyébként itt valaki. Csilla? Oh. Valaki borogat. Oh, itt az AUG, a TAHU, csi. Majd tudunk vele beszélgetni. Nincs bort. Szerintem emeleten lesz. Azt érzem, azt szimatolom, elveszem a kocsi kulcsot. Nézzük meg az emeletet. Keressünk csontot? Ami tényleg, azt általában mindig rögtön megtaláljuk. Csont. Amúgy olyan fura, mert hogy a vizsatáblát megtaláltuk, és mindig, mikor a táblát megtaláljuk, tökre elfelejtem, hogy az az elátkozott tárgy, és rögtön keresem az elátkozott tárgyat. Tovább. Én mindig az elátkozott körnél hiszem azt, hogy az még nem egy tárgy, pedig... Azt értett, hogy az elátkozott kőnél, mondom. Új frissítés. Na jó, sehol sincs hallott hideg. Láttál egy gerincet, te gerinc? Hm? Te kis gerinc, én nem láttam semmit életem, hát... Hallod? Se csont, se hideg! Ez az nézd új... csak, mi mellett mentél el, micsoda, ez nem is gerinc, ez egy medence! Mi a... Hallod, és ezt nem vettem észre. Jó, nem... Olyan, hogy valami kis szemét lenne a sarokba pedig. Tényleg, hogy ide hányt valami.
Ez mi a jó Isten, f***? Nem szabad csúnyán veszi elnézést. Léci, ezek egy pollak áramkodás összevágást szeretnék egyszer látni, hogy nagyon jókat mondasz. Jó, figyelj Bence, nincs hideg. Nem didergek. Így szerintem hogy adod rám a kabátot akkor romantikusan? Ott egy ilyen 2 fokot mértem, de az is lehet, hogy csak a húzat. 8 fok. Itt a folyosón volt a 2. Mi szinte ezen a pályán mindig a folyosón van. Folyosó vagy itt ez az étkező? Itt 8 fok van a folyosó. Na. A kutya meg a macska rúgja meg. Minusz! Minusz itt, ahol játszottál a gitáron. A... Leporította a te a főzőt. Na vagy akkor viszek oda be, akkor fagyos hőmérsékletet azonnal bizonyítéknak csapassuk. Fagyos hőmérséklet, és hozok kamerát. Ja, meg a tisztíts meg a területet, füstölők. A füstölőt is kéne hozni, Bence, meg kamerát. Akkor meg kell tisztítani van, a helyet. Én is hozok mindent, ami még fér hozzám. Terítsünk meg oda, egy jó kis romantikus vacsit hozzunk össze. Ja, pont ott van a szellem, garázsba. És van, ő lesz a pincér. Így van. Hozz akkor füstölőt, meg... mi ez? Gyújtót. Blech. És akkor egy taszkot ki is pipálunk. Akkor mondjuk, hova rakjuk. Kertját is. Ide rakom, így. Amúgy hogy is van a vadászatnál a feszülettel fogócska? Elég csak ledobni a keresztet, és... Basszus, megjelent itt mellettem. Aj, és te... Jó, akkor nem hunt van. Nem, csak event. De nem tudom, hogy hol néz van ki és hol van. Nem tudom, nem látom. Aj, a francba pedig lefotóztam volna. Nem baj, hát nem én baj. Is. Tudom mit? Oké, már most be kell szennem egy pirulát. Kis nyugtatót, mert már nagyon izgulok így a randi miatt. Izgalomba jöttél, Bence, az ilyen is, nézd már meg, azt szerintem milyen jól bírja, azt hittem jobban kikészülök. Jobban kikészítelek. Hozzá vagyok már edződve, úgy látszik. Miért is Night Vision? Ez a Night Vision? Ötletem sincs. Mi a? Azaz. Várj, mi ez? Ez a... Na. Mi? Hol van a Night Vision? Ezt mondom, hogy tönkretette a kamerát, lehet? Vagy olyat tud csinálni már, nem? Hát nem tudom, én ilyet még nem láttam. Vigyünk be még egyet. Beviszok még egyet. Oksi, én meg hozok docot. Ez nekem gyanús. Meg lerakom ezt, meg hozok könyvet is. Nagyon fura. Ez egy izgalmas történet. Na várjál, ide rakom a docit. De ebben a szobában van, nézd. Mi? A heged... Nem hegedű, itt... mi ez? Piano? Mi? De előbb itt volt bent, kint, bent. Mi? Itt volt előbb pedig. Itt borogat, meg itt van a minusz is. Tényleg, most itt van. Megnézd, csak a gyertyánk is itt van közöttem. Akkor átviszem a kamerát, hát várjál. Tessék. Nem bírom megfogni a kamerát. Gyere csak ide vissza. A kezembe. Megvan. Nyitott ajtót. Járok neked táncot is, hogyha kell. Puk. Wow, oh, micsoda te... Ah, na, lekapcsolod ott a villanyt. Hogy jobban lehessen látni, hogy aha. Mivel állunk szembe. Oké, eddig fagyos hő van, csak. Viszont nagyon... Ó, elfújta a gyertyát. De viszont az amúgy sincs feladatnak. Elfújta, pedig direkt megcsináltam, hogy romantikus legyen, és akkor erre elfújja a gyertyánkat. Ja, ünneprontó. Így terítsen az ember. Hát igen, kikérjük magunknak. Ó, van szellemgömb! És akkor hogy van a profiban már az egyet? Ez csak a Nightmare-ben van, igaz? Annyit játszottunk Nightmare-t múltkor, hogy már ahhoz szoktam hozzá. Akkor menjünk, szerintem hozok UV-t, meg hozol fotót? Akkor ide az UV-t. Ja, te... ja, hogy nálad? Ja, azt hittem nincs. És pont nálad. Azt akartam nézni. Nézzek egyszerre gondolunk. Egyre egy rugóra jár az agyú. Nézzük, hol nyitogat ez a kis szemtelen. Ó, itt van. Úgy dobál, de milyen mennyiséggel? Fotózd. Ó, yes, csak nincs kamerám. De azt mondtam, hogy hozd a kamerát, Bence.
Játszik a hülyességgel is minden, ne, ez hihetetlen. De Pece, miért nem hoztál kamerát? Mást kellett hoznom a hogy hívják, a spiritboxot, meg ilyeneket, de... Hát az már úgyse kell. Megteltem sajnos. Jövök, futok, rohanok, jaj. Itt vagyok. Ne, eltűnt. Nem baj, itt, úgyis annyit fontosott. Á, itt is volt. Aj, franza, ott is eltűnt pont. Pont akkor, amikor ránéztél? Aha, vagy lehet, hogy csak rosszul láttam. Aj, ne már. Ez mi is spirit, érdekes. Vagy nem spirit, bocs, mi ez? Hantú. Az azért meg tud cseszerinteni. Igen, az ilyen veszélyes. Úgyhogy örülnék neki, hogyha egy... Hogy ennyit dobál. Hantú, mutasd már, show your hands. Megnézem a sanity-nket. Oh, no problema. Hallod? És még a sanity-nk is egy helyen mozog, majdnem ugyanúgy mozog. Ahogy bejöttem a furgonba, elkezdett csökkenni a sanity-m, neked meg elkezdett nőni. Miha? Én leszívom az energiát, Bence. Már csak akkor az a fotó kéne, nem? Két, hát ja, meg a többi task. Keresztes task, meg ilyenek. Körösztes. Most lehet megint megfogta. Ja, jövök. Lebe. Na. Ott van. Itt van, fotó! Ó, yeah! Három csillagos fotó. Oh my god. Na, le is dobom, ez most nem kell. Mert csak le kell vigye a sanity-nket, hogy betriggereljük a huntot, ugye, és megvédjen a kereszt minket. Szellemet le kell fotózni? Nem, igazából akadályoz meg a vadászatot. Mi? Mi nevetsz? Hát, hogy azt mondtam, hogy akadályoz meg a... Ja? Azért el. Úristen, nagyon hülye vagyok most. Na szóval. Igen, tetszik, ezért nem benne. Best azt of. Is ki akartad vágni, amikor a szellemnek dobos torta illata volt. Most ez lehet hülye kérdés, és furcsán fogsz nézni, de este van kifogás. Neked szokott olyan lenni, hogy amikor valamikor úgy megijedsz, vagy valami, hogy hirtelen egy másodpercre más illatot érzel. Meg... Mármint úgy értem... Engedd meg, hogy megfogalmazom. Szóval, hogy én most úgy megijedtem, hogy hirtelen a dobos torta jutott eszembe, és azt az illatot is éreztem. Minden is van, sötét is van, esik is az eső, még ki sem tudom mondani. Még a gyertyánkat is elfújták. Hát mi ez? Mindjárt keresek valamit. Is van. Keresek valamit a konyhában. Csinálok valami hamit. A szellemet amúgy mondjuk le lehet fotózni. Megette a keresztet? Azt le kell fotózni, vagy nem? Hát azt nem hiszem, vagy nem tudom. Igazából mindegy, mert task volt, ugye? Megrágta egy, a keresztet. Egyen keresztet. Yeah, igazából akkor mindent kipipáltunk, csak ugye a probiotikumot, nem? Nem baj, nem. Azt már másik szellemes helyszínre. Varandi helyszínre akarom mondani. Ennyi, megoldottuk a rejtét. Kis hantú. 125. Hát ez nem annyira sok. Ez normális szerintem. Mi? Jaj, nem találtuk ki. Mi még? De! Ja. Ne! Ó, tényleg, a kosztorpok miatt ugye mindig is lehetett volna. Ez volt át. Az, ami mindig hallod, megszívek ki látod, az embert. Nem a feladatra figyeltem, hanem rád. Elkülönheted a figyelmemet, látod? Nem tudtunk foglalkozni eléggé a szellemmel így sajnos. Na jó. Na majd Kevinnek. Hogy átvert minket, basszus? Hozzátok mindent, ami kell. Legyen a krumplis házna. Jó. Veszek ilyen prabirapirzsgyelepülő. Érted? Azt mindenféleképpen. Jó lám, b***t a mimig. Meg k***. Oké. Na. Akkor. Egyébként tényleg most egyel több kézt írott fent, szóval 165. ügyünk. Ennyit csináltunk. Ez nagyon durván sok. De szerinted közös vagy összesen? Szerintem közös, nem? Szerintem is a közös. Bárki tudja. Nem csak lehet ezt tudni. Hát mondjuk úgyis 90%-ban egymást játszunk, szóval. Hát igen. Csak egymást. Csak kettesbe. Csak kettesbe, egymással játszadozunk hardcore-ba. Viccet félretéve, tíz is meg a szellemhez közé, tehát ez meg volt, vagy nem volt meg. Hülyes indultunk. Ezt előbb is meg tudjál.
Nem tudok beszélni. Mostanában sztrókot kaptál. Érzékeld a szellemet mozgásérzékelővel. Hú, azt hoztunk, jó. És gyertyafújás. Kloksi. Ez jó lesz. Ja, nem tudom, miért lesz jó, na mindegy. Yummy, fincsi lesz. A krumpli lesz a fincsi, mi megcsináljuk jóra. Kíváncsi vagyok, hogy karácsonykor milyen pája lesz. Ilyen... Szereted a híjába sült krumplit? Yes. Ami tudod, így alufóliába szoktak tábortűzmelőre tenni, aha, és jó sok sóval, vajjal, hú, az nagyon jó. Meg rászornak mondjuk egy kis sajtot, így belevágsz a krumpliba, tudod? Beleszórod a sajtot. De jó hangzik. De éhes lettem. Hirtem. Most nagyon megkívántam. Mindjárt itt összedobok valamit, várjál. Keresek krumplit. Akkor most már van neked villany hozzá, tessék. Megcsinálom neked itt ezt a egyetlen egy krumplit, ami van a házba. Na valami igazán finomat. Megvan. Hát kicsit penészesnek tűnik. Te most itt finnyáskodsz itt. Hát a krumpli az amúgy sose romlik meg, még akkor, hogyha ilyen mosolygós arca van. Na já, van valahol serpenyő? Hát, já, kutassuk. Cooking simulator. Mikor kibérelsz egy Airbnb-t, tudod, és akkor nézed, hogy mi van ott a szálláson. Mikró van? Ó, van mikró. Hát megcsináljuk abban. De nem lehet kinyitni. Figyelj, ide dobom. Megy, elgurul. Nem akar ott lenni. Atta! Hogy lehet így? Azt hogy vágtosod hozzá a krumplit. Mindig arra gurul. Így, ott, marad. Pont még a lapot éríti. A hangja. Amúgy... Már ne is haragudjanak, de mi csak ketten vagyunk. Esik az eső, megint kint medence, az jól néz ki mondjuk. Itt 2 fok van, 1 fok van, itt megint itt leszünk a konyhában. Jó, akkor megterítünk. Megint a konyha? Aha. Na, én megkeresek elátkozott finomságot. Ez egy ilyen, mit tudom én, Freddy és Béni, ja nem, Scooby-Doo-s történet is. Freddy és Béni, amúgy az is jó volt. Igen. Melyikünk Freddy és melyikünk Béni? De igen? Én nem is tudom, ezt szerintem, ezt olyan rég láttam, azt sem tudom, hogy ki volt a Freddy-ben, a Béni. A Béni volt a kicsi, nem? Igen. Igen. Nem tudom, azt hiszem valahogy így én is rég láttam, de imádtam, amikor mindig autókázni mentek. Hogy igazából ez lehetne egy ilyen Scooby-Doo-s történet, és a jövőünk, tudod, mi csak egyébként ki szeretnénk venni ezt az Airbnb-t, itt vacsorázni egy jót közösen, gyertyák a stb. És közben meg ilyen rejtékbe lyukadunk, hogy meg kell fejteni, hogy ki fújja el a gyertyát, ki lopja el a krumplit. Krumplit. Ez lehet igazából nem is izé a szellemek, hanem valami nyugger. Megvan a csont. Oké. Hol voltam úgy akkor mínusz? Itt. Mínusz volt? Konyhában láttam. Vagy bocs, az étkezőben. De akkor fix mínusz volt. Nem volt mínusz, csak hideg. Ja. Hát itt már nincs hideg. 16 fok van. Ugye megnézem akkor még egyszer. 3 fok. Úgy, abba. Most a konyhában van. Lehet csinálja nekünk a krumplit. 3 fok. A hűtőhöz megyek. 1 fok, ó, a hűtő hideg. De most akkor melyik szoba, akkor a konyha vagy az étkezőben? Lehet, hogy a krumpli a tettes. A krumpli az biztos, hogy elátkozott, ez tény? 3. Nem értem, valamelyik szoba itt a biztos kettő közül. Hozol be kamerát? Aha, de elátkozott tárgyat még nem találtunk, úgyhogy... Ugye? Igen. Úgyhogy még körülmegyek, hát ha itt van valahol. Give us a sign. Give us a sign. A sign. Are you here? Hozok be kamit. Hát, ebben nem válaszol, viszont elfújta a gyertyát. És szerinted próbáljuk meg kifüstölni, hát ha. Mert úgyis az az egyik feladat, és akkor hozok be kamerát plusz. Viszont elátkozott tárgyat nem találtam. De csontot igen. Ja, mert eddig mindig kártya volt ott, ahol te is jártál előbb. Hova rakjam egyáltalán a kamerát, basszus? Az a Mózes érzékelőt? Mózes érzékelő, meg docot is hozok. Az is van nálam, más is viszont. Ja jó, füstölő, meg ilyenek.
az még nem. Akkor, én hozok egy kis giantat. Vastag szivarkát hozzá. Elpipázgatunk. Na, lekapcsolod valamelyik villanyt, hogy lássam jobban a kameránál. Ó, szerintem szellemgömb van. Várjál. Igen, van szellemgömb. Igen, ezt beírhatjuk. Szellemgömb. Oké. Átment a mozgás érzékelőn, mózos érzékelőn, akkor... Hallott, kipipáltatok az... Kipipáljuk az összes taskot. Hát most jövök kifüstölni. És az az utolsó task. Már csak az elátkozott tárgy kell, meg kideríteni ki. Ki az itt. Na mindjárt lecsap viszont. Most már nem fogja annyiba hajni. Megvan az elátkozott tárgy is. Hol volt? A WC. A garázsban. Pin, WC, garázs. Ide tettem. Kis mosó, Maci. Nincs rá basszus pont kamera, hát ezt nem hiszem el. Biztos, hogy mosó, Maci. Fotózzuk le ott. Szerintem ott nem érvényes, nem? Közben nézem, hogy van-e dot. Ez mi volt? Hallod, telibe fel, meg láttam, hogy a kanár repül egyet. Annak a hangja volt? Valami annyira volt, jó a volt, és így... Oh. Oké, ez még csak event? Hát igen, csak egy baltával áll a kezében előttem. Te hallod, annyira viccesen, hogy így repült a kanár. Mit akartam? Valamiért kijöttem, megzavartál. Ja, a kameráért jöttem ki, igen. A kamcsi. Fényképezőért. Nálad is legyen szerintem egy. Meg UV-t vigyünk? Na, azt még hát nem néztük meg. Hát akár még gyűjthetünk igen ilyen lábnyomokkal sót. Hát ha van új lenyomat. Sóval lábnyomok az. Csak a szellemgömböt találtuk meg eddig, igaz? Meg a docot. Doc is volt? Hát te mondtad, nem, hogy átfutott nem, rajta. Nem futott át. Ó, akkor... Csak azért jöttem, hogy megnézzem. Csak közben berepült a kanál a képbe, és elvettem. Ott repkennek a dolgok, jó, kell elmefelem nézni. Jó. Mit tettünk ezzel a konyhával? Megérkeztünk ide, kiszoltott a sót. Hallod, hogy szétnyitogattunk mindent? Hogy szétnyitogattunk? Óriási, kupi, szét is nyitogattunk mindent. Krumplit se főztünk meg rendesen, az is odaéget. Jól szétnyitotta. Amúgy hallottad, hogy egyetlen nyitogat bármit is? Vagy csak dobálódszik itt? Nyitást, azt nem hallottam, azt jó. Spirit boxozzunk egyet. Kérdezzük meg, hogy Mizu! Az a baj, meg kérdeztem és nem válaszolt. Ja. Megkérdezem még egyszer akkor, hogy jól van-e. Én meg gyorsan megnézem a kamerát, hátha. De már megint a Night Vision eltűnt. Ja nem. Basszus! Are you here? Annyira jó, hogy neked dobott valami képet, annyira vicces, hogy pont elébe neked dobja mindig. Mi kell, stopálja le a képeket a falról? De konkrétan a hátadnak így, súgy. Nem tetszel neki. Give us a sign. Give us a sign, baby. Átfutott a docon! Give us a sign. Annyira viccesen futott, tehát olyan jó, mi ez a szellem. Na nézzük. Are you here? Mi kéne még? Fagyos? Ne. Are you here? Bejövök én is. Are you here? Jó van, nincs itt. Nem akar veled, Bence, beszélni, látod? Csak dobál. Ennyi. Szerintem már nagyon alacsony, szerintem ki kell mennem. Gyógyszerezd be magad. Neked maxos a szeníti. Hogy lehetséges az? Mert bevettem egy nyugtatót, és még jókor, mert bele lihegett a fejembe. Te lámnyom akar lenni? Aha. Gondolom. Két footstepet is fotóztok. Hú, most meggazdagszunk, ha nem halunk meg, Polla. Ha, igen, benne van. Utána majd tényleg nyaralni kell elmennünk ebből a sok pénzből. Egyébként adom. Írjátok le kommentbe, hogy hova menjünk nász útra. Itt a... Habicsám! Ebbe! Gyere ide! Ezt fotózz le! Mit? Itt, ujjlenyomat! Ujjlenyomat, zsír! Juhú! Megvan a harmadik is. Csoda, hogy nem haltunk meg. Bence, gyere ki!
Várjál, ezt nem fogadta el ezt az új lenyomatot, hogy footstep-et érzékelt a helyett. Ne. Aj, akkor mindegy, jövök. mindegy, megvan igazából. Jó, ne kockáztassunk. Nagyon, amúgy ahhoz képest, hogy Banshee roppant aktív. Nem gondoltam volna, hogy a Banshee ilyen aktívak. Az az, aki üvölteni szokott, azt hiszem. Igen. Hát belekiáltott a fejembe. Jól megdobált kanállal, meg tányérral. Nagyon jó volt, nagyon tetszett. Akkor bejelöltél mindent, Benci? Mehet, igen. Benci, soha, senki nem szóltott engem még Bencinek. Én szoktalak bencizni. Az a német húzza teljesen. Aj, de jó. Ú, $224. Na, ez már sok pénz, ebben már lesz nyaralás. Így van. Ó, ez az, gyere. Jaj, ne! Ez a régi kemp. Menjünk haza. Hogy tudjuk, menjünk haza. Szóval, Leslie Todd. A következő ember, akit meg kell találnunk. Ó, milyen jó neve van. Leslie. Jó neve van. 67. Alig várom már, hogy a 69-es ügyhöz eljussunk. Az lesz a legjobb körünk. A csapatod egy tagja éljen át egy paranormális eseményt, a csapatod egyik tagja meneküljön el a szellem elől vadászat közben, de jó. Ijesszel a szellemet füstölő segítségű közben vadászik valaki a csapat. Hát ez hihetetlen. Szerintem... Hú, ezek most jó nehezek. Ez most direkt olyan feladatok, hogy valamelyikünk biztos fixen meghalljon. Igen, ráadásul campsite. Az a baj, hogy itt nehéz lesz menekülni. Csokolom! Jó napot! Megjöttünk. Gitározok neked. Együtt táborozunk. Ó, Bence. Itt a kör. Ó, tényleg. Amúgy esküszöm, adnék egy ilyen táborozó helyet. Tök jó bulizás lenne. Való életben. Uh-huh. Hát igen, amennyi papkonzerv és sör van itt, azért ebből sok mindent ki lehet hozni. 4 fok. Jaja. Lehet pont itt lesz? Tábor, lehet, épp májva cukrot csinál nekünk. 5 fok van ebben a sátorban. Elnézést a zavarásért. Irányítnánk tényleg valakire a sátrat. Na mondjuk, hogy kicsit megérdik ebben a játékba. Jaj, hát milyen pici. Nem tudom, valamiért mindig mindenről lekijut a szembe, de hogy ezt a csontot egy elkényelni tudom, nem? Le is nyelni egybe. Micsoda jóga parti volt itt hátul. Nem olyan? Két, hallod, ez a mi helyünk? 2 sör! Jóga szőnyeg! És ehet, és akkor most egy kicsit dőljetek hátra. Egy kis nyújtás, egy kis hátnyújtás, és csak ezt a gerinc mozdulatot. Ó, milyen segged van amúgy. Ezt a mindenét, ugye? Erotikus jóga. Amúgy, hallod? Dőj hátra megint, mert akkor van elme. Érzékeli. Hanyas amúgy. Nem érzékel ez semmi, de... De hát, van tényleg hangja. Van. Mi? Amikor hátra, nézik, hogy hátra döltél így, akkor pii! Ahogy nem itt a három, mondod. 3 fok van itt. Lehet itt van egyébként. Pont oda lógattam, és nekem még nem jelzett, de neked már végén, mert úgy kilógattak is tudszom, hogy... 1 fok van. 1 fok? Lehet, hogy ide jött hozzánk jógázni. Lehet. Önre megtetszett neki, hogy ilyen jó mozdulatokat csinálom. Ráadás itt húzogatott is valamit. Azt én is hallottam. Na hát ezeket így real life-ben, hogyha valaki egy ilyen jóga mozdulatot be tud tolni. Hát, nice. Yeah. Nem itt semmi. Vagy? Nincs. Jó, hát eddig ott hátul volt a legalacsonyabb hőmérséklet, de amúgy máshol nincs mínusz, meg semmi sincs így eddig. Elátkozott tárgyat nem találtunk még, igaz? Ja, de az volt a kör. Ja, tényleg? Basszus, szegény. Fel lehet venni a budipap? Áj, nem lehet, de rossz. De én azt mondom neked, hogy mivel itt volt a legalacsonyabb hőmérséklet eddig, már most itt se. Már itt 4 fok van. Ha. De
Valamit hallottunk a sátraknál is, nem itt, tudom. Itt ropogtatott fát. Vagy nem tudom. Olyan. Igen, valamit volt. Hallottam, ami lépés, vagy nem. Nem tudom, mi ez a hang, de ropogtatott, az tény. Jó, hozzunk cuccokat. Hoppá. Figyelj, annyira nem nagy a terület. Csomó kameránk van, mindenhova rakunk le egyet, az kész. Hallottam megint ropogtatást volna. Na, tuti itt lesz. Ilyen, ilyen rágcsáló hangot hallottam. Rágcsáló! Hova rakjam szerinted a kamerát? Egy mehetne mondjuk ide így végig erre a három sátorra, hogy az megnézze. Itt borogat most nagyon, ezt most meg kell nézzem. Jó. Gyors bekapcsolom. Bekapcsolt egy gázsütőt? Nem mondod. Mondom, itt csinál nekünk valamit. Ez nagyon furcsa, én még nem láttam. Meg elkurított egy termoszt. Amúgy azt észrevetted, a campnél mindig vagy esik a hó, vagy esik. Igen. Direkt. Sőt, most egyelőre háromszor. Visszakapcsolta a termoszt. A termoszt? Bocs, a gázsütőt. Visszakapcsolta a termoszt. Nem tudom, mi van ezzel a gázsütővel, de nagyon szeret, és csak 2 fok van a gázsütőnél. Oké, ez lesz a helye. Lebuktat. Ide látlak, te aranyosod. Hallod? Vagy így jössz. Ó, köszi. Lebuktattad? Lehát. Hogy vársz ott a vörös sátorban? Fel akarta gyújtani, nagyon forró a hangulat amúgy ebben a sátorban. Villog is a fény. 3 fok. Van szellemgömb! Oké. Okay. Pont megláttam. Akkor hozok oda doccot. Hát, hogy van új lenyomat is, nem? Új lenyomatot találtuk már sátornál. Aha, így a szélén szokott lenni. Így a peremének a szélén. De most nem látom. Jó. Csapatai tagja én át, paranormális, oké. Okay. Az nem elég paranormális élmény, hogy bekapcsolja a tűz helyet, vagy mit? Érted? Ezt nem értem, hogy az miért nem számít. Hát ez furcsa szerintem is. Valahol a közelben lekapcsolsz egy villanyt, hogy a docot jobban láthassam, hogyha át, ez itt tökéletes. Na, nagyon fogtos, megint megfogta az ajtót. De nem látok rajta, akkor ugyanakkor új lenyomatot, szóval nem értem. Spirit boxot nézzük csak. Megyek. Are you here? Nekem kiikszeli. Csó! Hanyas? Hát ez egy event volt. Are you here? De hallok sípolást. Ja? Négyes. Give us a sign. Átfutott a doccon. Are you here? Ez egy kicsi izé. Patkány. Egy patkány? nekem nagyon lealacsony lehet, azt szerintem rámugrott a kis patkány. Mindjárt nézem. Miben, hogy ez egy agresszív... ez egy nagyon agresszív szellem lesz. Basszus, becsukta előttem az ajtót! Ne! Bence, fuss! Menekülj! Ne, jön, ott jön! Észrevett! Ne, addig fuss, amíg lehet! Ez életedért! Fuss az életedért! Bence! Ne, kérlek! Csak ne hajj meg! Fuss! Ne add fel, csak fuss tovább. Úristen, ezt látnod kellett volna. Tiszta a levegő? Várjál. Igen, gyere. Benyitott hozzám a sátorba, de a sátorban volt egy búvóhely, és elbújtam, és nem talált meg, pedig körbenézett a sátorban. De búvóhely megmentett. Hallod? Kettőt ezzel ki is pipáltunk. Igen, mert észrevett, és jaj, de jó. Oké, zsír, akkor most már csak a füstölős kell ugyanezt megcsinálni. Hallod, ahogy nagyon vicces volt, futott, és minden, ami előtte volt, az így eldobálta, és akkor a labda, a foci labdát is rúgta föl folyamatosan, miközben ment, mint valami focista, nagyon vicces. Azt és pont akkor, amikor mondtuk, hogy ez most meg fogunk minket szelszívatni, és akkor ez csak így becsukódik előttem az ajtó. Akkor kéne füstölő, mind a kettőnknél legyen egy, nem? Aha.
De most már csak az kell, nem találtok ki még, hogy mi a szellem, sajnos. De tényleg még kéne egy bizonyíték. Akkor Spirit Box nem, EMF. EMF még talán lehetne egyébként, mert hogy 4-es volt utoljára, igaz? Hát igen, abból még bármi lehet. Szellemírás, könyvet vittünk. Jaj, nem vittünk még könyvet, igen. Ó, basszus, hát akkor viszek, várjál. És hova rakjuk akkor oda a sátrához? A piros sátrába, igen. Szerinted ne vegyünk be még gyógyszer? De lehet, hogy jó ötlet lett volna. Nem baj, így van, gyors ezután. De rakom aztán, úsdj ki. De raktunk le könyvet! Are you here? Most tettem le azt. Na, akkor én mindenki. Give us a sign. Are you here? Óvatosan. Give us a sign. Lekapcsolgatja a lámpát. Az egész biztosítékot lecsapta. Lehet le kéne fotózni, az jó pénz. Csak az a hát, baj, hogy... Hát, egyszerűbb taszkot nem akarsz nekem adni? Ijeszd a szent... A füstölő akkor nálad is van? Nincs, most nálam nincs. Most mások vannak. Jó, akkor én hozok egyet. Hogy kell azt? Jön megint. És nincs nálad pont füstölő. Megint bújjál, ahogy csak tudsz. Hú, de gyors. Hú, de szedi alá! A betyár mindenség itt, de gyors ez a kis... Na, elment? Várjál, hatos. Nyitódik az ajtó, vagy sem? Nyitódik, gyere. Oké. Hát ezt megint megszivattam ugyanazzal. Az a jó, hogy időben elindulsz még a búvó helyre, és nem lát meg pont. Ma kanyarba van. Viszont ez így nehéz nagyon. A füstölőt hogy csináljuk? Hogy kéne azt? Hát ugyanezt meg tudnám csinálni füstölővel, akkor az úgy meg lehetne, csak még mindig nem tudjuk, hogy mi maga a szellem. Azt szeretném kiderítenem. Azért legyen nálad biztonság kedvéért füstölő. Jó, köszönöm. Legközelebbre is. Hát, ha megint csak szerint. Na, nézzük. Doc szellemgömb. Benshi, Yurei, Yokai, Raiu, vagy ez a Thai leves. Nézzük. Hát figyelj, új lenyomat az nem hiszem, nem? Hát igen, elég sokszor megfogott sátor oldalt, de mégsem. Uh-huh. Hagyott új lenyomatot, szóval... Elmefmérő... Azt ott van az elmefmérő, igaz? Aha. Azon gondolkodom, hogy mit lehetne még nézni. Elmef nem mutat valamit? De mutat folyamatosan, de csak kettest. Ja. Nagyon piszkálja a dolgokat, tiszta idegesed a szállam. Hát milyen randi helyszín ez? Borzasztó. Hát látod, hova hozol már harmadjára. Oké, megpróbáltam, háromból háromszor elátkozott. Ilyen, mint az életünk, pont olyan. Doccon folyamatosan szaladgál, azt látom. Plusz szellemgömb is van. Ez a kettő van eddig tényleg csak. Na nézzük a közben, hogy melyik yokai. Nézzük a yokai. A yokai spirit boxos lenne, az viszont nem volt. Raiu. Megint csak kettő tudok mutatni. A Raiu folyamatosan megzavarja az elektromos eszközöket, ezáltal könnyebb nyomon követni a támadáskor. Na, már meg így jön. Oh-oh. Basszus! Fuss! Ne! Oh, ne! Ennyi. Még mindig megszivat az, hogy áttették a füstölőnek a meggyújtását F-ről a jobb klikra. Még mindig az F-et nyomogattam, és nem... Nekem nem is ez meg. Volt. Aj, ne! Pedig túlélhettem volna. Ez a legnagyobb trollság, amit a fejlesztők kitalálhattak volna. De, aj! Mi értelme billentyű parancsot megváltoztatni egyébként, hogyha már berögzült, érted? Hát igen, meg ráadásul ugye mindent F-fel aktiválsz. De ezt most kivételesen jobb klikkel kell, úgyhogy nem tudom hányszor, ez most a harmadik halálom ennek köszönhetően. Jurei erősebb hatása van az emberek nyugalmi szintjére, kifüstölt halálozási helyét akkor csapdába esik, az fagyos hő, viszont fagyos hő nem volt. Na, nem tudom, hallod, nagyon nehéz. Benshi meg nem hiszem, vagy de? Megint egy Benshi lesz, vagy mi?
De az új lenyomat viszont, és azt se találtunk. Ezt ki is húzom a fagyos hőt. Azt szerintem nem volt, igaz? Azt abszolút ki lehet húzni, ja. És az új lenyomatot? Szerintem olyan sokszor fogott sátort, hogy az sem. Jókáj, rajjú. Sokszor megfogta, de nem hagyott megzavar az elektromos eszköz, de nem zavartam meg, nem láttam, hogy vibrált volna egy csomó mind. Jó, néha, de csak, tehát az... De támadáskor viszont nem vibrált semmi. Ugye? Nem tudom, mit értesz mondjuk vibrálás alatt. Hát ugye a lámpák kicsit vibrálnak, vagy valami. Hát ez szokott egyébként is minden alkalommal. Mondjuk volt vibrálás. Az elmefötös viszont. Ez a legközelebbi ilyen tippem amúgy. Jó, mert a tájleves, a tájleves. Ugye mondom. Tájleves. Az a jó. A helyre belépve a tájleves védekező állást vesz fel, gyorsabb lesz és aktívabb. Gyengesége a tájleves elgyengül az idő múlásával, kevésbé agresszív, lassabb, gyengébb lesz. Hát ez pont, hogy nem volt itt, úgyhogy valószínűleg. Ezt képzelem a tájleves védekező pozícióját. A támadó pozícióban áll a tájleves. Ujjá! Ujjá! Jihá! Jihá! Na, most már soha utolsó körünk volt, úgyhogy ha ez muszáj kimaxolni, Bence. Kaptunk két könnyűt, meg most volt egy jó nehéz. Igen. Bensi! Bensi! Az első megérzésre kellett volna hallgatnunk. Basszus! Az első De emlékszel, első is Bensi volt a mai nap. Ti, ez egy ilyen jó keretet kapott. Igen, de hogy az milyen kis láma Bensi volt, ez meg fú, de jött. Ez azért, igen, de igen, az volt a furcsa, mert egy annyiszor dobált, meg volt aktív, mint az első Bensi, úgyhogy azért gondoltam, igen. Hogy lehet, hogy azt, mit lebegszik? Forgatta fel a kisgyerek azért, a campsite-ot. Ez egy nyári tábornak a helyszíne volt. Igen, na basszus. Hát mit mondjak, hogyan értékeled ezeket a rand helyszíneket, milyenek voltak? Jövünk is következőnek. Én azt mondanám, hogy nekem ez tetszett. Tetszett az a campsite, én úgy berúgtam, hogy ott maradtam, kitöltem, azt egyébként kellett hazajönne. Jó, hát figyelj, én élveztem ezt a rendezvút, furcsa voltam úgy tényleg csak ketten újra. Mármint, hogy már megszoktam, hogy hárman játszunk, és ilyen legelőször csak ketten játszottunk, és utána jött ugye a Csilla, közben megismertük őt is, és akkor most újra ketten játszunk, és az olyan ilyen nosztalgikus volt, nem? Abszolút. Most már viszont az új update-tel. Úgyhogy jó volt, köszönjük szépen, hogy megnéztetek, reméljük tetszett nektek is a romantikus randevunk. Ha tetszett, és szeretnétek, hogy még randizzunk. Ez szarul hangzik. Akkor nyomjatok nekünk, ha szeretnétek, természetesen nem kötelező, egy visszajelzés, lájkot, és fel is iratkozhattok ránk szintén, hogy szeretnétek, nem kötelező, de azért jó lenne. Erősen ajánlott. Erősen ajánlott, mert hogyha nem. Köszönöm Bencém ezt a csodálatos élményt. Jövünk még. Jól éreztem akkor... magam. Ja, én is köszönöm Aztán szépen. Aztán majd talizunk. Na, most nem neked. De és félre. Szóval... Olyan cipolósan zárad a napot. Igen. Na, puszi mindenkinek. Na, neked is, Bence. És akkor a következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!